Soha nem látott számban érkeztek Ukrajnából menekültek 2022 tavaszán a Vármegyébe támogatásokat többek között a Magyar Vörös Kereszt Vármegyei Szervezete vállalta magára. Ez a feladat még 2023-ban is több önkéntesnek adott munkát, mondta a Vörös Kereszt Vármegyei elnöke. Ez részben azt jelenti, hogy akik hosszabb távon is itt képzelik el most az életüket, nyilván itt a, a nyelvi nehézségeknek a leküzdése egy nagyon fontos feladat. Több helyszínen tartunk nyelvúrákat, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Ugye a gyerekeknek az iskolai integráció elengedhetetlen hetetlen feltétele az, hogy magyarul jól tudjanak, hogy az iskolában a képességeiknek megfelelően tudjanak teljesíteni, a felnőtteknek pedig a munkavállalásnak egy alapvető feltétele az, hogy a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket megtámogassuk, akár azzal is, hogy a, a nyelvi készségeiket fejlesztjük, emellett próbáljuk őket a helyi közösségbe bevonni, illetve a saját szokásaikat is megtartani és olyan olyan foglalkozásokat, olyan csoportfoglalkozásokat szervezünk nekik, ahol a nehézségeikről is tudnak beszélni ezzel, együtt egy pszichoszociális támogatást is nyújtunk. Tehát nagyon vegyes a feladat, amit ellátunk, mert a legegyszerűbb adomány osztástól kezdve az ő integrációjuk komplex megvalósításán át, ebben nagyon sok minden belefér, és ezt a nagyon sok mindenféle feladatot továbbra is szervezzük. A menekültek támogatása mellett hagyományos tevékenységeiket is elvégezték 2023-ban. A véradások szervezését most új rendszerben valósították meg. Jól sikerült teljesítenünk a tervet, nagyon sokat dolgoztak ezek a, ezen a kollégák, ebben az évben átszerveztük a véradásoknak a metódusát, nagyobb helyszíneket szerveztünk le, tehát mindig vannak nagyobb városi véradások, Fehérgyarmaton, Máté-Szalkán, Kisvárdán, Vásárosnaményban, Próbáljuk ezekre a városi véradásokra megszólítani a környező kisebb településeknek a véradóit is. Próbáljuk úgy szervezni, hogy az alkalmak száma se csökkenjen, de a véradói kedv is megmaradjon, és ebben próbálunk egyfajta egyensúlyt teremteni, hogy az országos vérellátó szolgálat kapacitása, illetve a mi kapacitásunk a lehető legjobban legyen kihasználva. Mi egész évben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy meglegyen a megfelelő donor utánpótlás hiszen a víradások azok nagy, nem lehetnek sikeresek akkor, hogyha a víradó donorokat nem jól, nem a megfelelő módon szólítjuk meg, ha nem tudjuk őket elérni. Ezért telefonon is felhívták azokat a donorokat, akikre minden alkalommal lehet számítani. A karácsonyi jótékonysági akciókban is szerepet vállalt 2023-ban a Magyar Vörös Kereszt.